142 éve, 1881. március 25-én született Bartók Béla, a múlt század egyik legnagyobb magyar komponistája, népzenekutatója. A zeneszerző munkássága és a kárpátaljai néphagyományok megőrzése volt a központi témája, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség szombaton megtartott a művészeti iskolák tanárai számára szervezett konferenciájának. A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. A programra azokat a tanárokat hívták meg, akik vidékünk művészeti és zeneiskoláiban magyar nyelven oktatják a növendékeket. Az előadások témájának meghatározásakor a szervezők kiemelt figyelmet fordítottak a tehetséggondozásra. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség szervezésében a mai napon művészeti iskolákban oktató konferenciára kerül sor. És Bartók Bélára emlékezünk, hiszen ő született a mai napon. Konferenciánk első részén előadást hallhattunk Fring Erzsébettől Csak tiszta forrása a címmel, majd Kokas Erzsébet a Tulipántanoda népi játék oktatója segítségével egy Bartók Béla gyűjtéséből egy közös népdalt tanultunk meg. Most pedig elérkeztünk konferenciánk második részéhez, ahol a művészeti iskolákban oktató pedagógusok és növendékei adnak koncertet Bartók Béla zeneműveiből. Azt hallhatjuk most itt a háttérben. Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni. John Lennon ezen idézetével köszöntötte a résztvevőket Orosz Ildikó. A KMPS elnöke felszólalásában kiemelte: ezekben a nehéz időkben a zene segít megnyugodni és elfelejteni a mindennapi gondokat. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusokat tömörítő szervezet támogatja a művészeti és népművészeti oktatást. Ennek egyik platformja ez a konferencia, fogalmazott Orosz Ildikó. A pedagógus szövetségnek az a feladata, hogy minden pedagógust összefogjon. Nálunk a zeneművészeti iskolák egy része az nem az oktatási intézményekhez, hanem a kultúrához tartozik, de mi fontosnak tartjuk, hogy az ottani pedagógusok is részt vegyenek a közös gondolkodásban, az együtt gondolkodásban, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy az itt élő gyerekek fejlesztése, fejlődése minél teljesebb és kerekebb legyen. Ezt a cél szolgálják ezek a konferenciák is, ahol például ma megemlékeztünk Bartók Béláról, és megpróbáljuk eljuttatni mindazt az értéket, ami a miénk, ami a kárpátaljaiakért, vagy például ma még szélesebbre került a dolog, hiszen a Felvidéki Pedagógus Szövetség kezdeményezéséhez is tudnak kapcsolódni azok, akik itt voltak, amennyiben van ehhez akarat, hiszen itt lehetőség nyílt, hogy ezzel megismerkedjenek. Kárpátalján Bartók Béla több alkalommal gyűjtött népdalokat. Ennek köszönhetően ma szinte minden népzenei tehetségkutatón felcsendülnek olyan dallamok, amelyek talán mára már feledésbe merültek volna, hangsúlyozta előadásában Fring Erzsébet. Bartók zenéje az a legmélyebben érinti meg az egyszerű embert, mert az egyszerű ember lelkéből indul ki az ének, és ő azt gyűjtötte, tehát csak visszatalálunk a forráshoz. Ezért fontos, hogy őrizzük, tápláljuk, tisztán tartsuk. Azt hiszem másfél éve még a háború előtt volt itt egy jazz koncert, amikor Bartók műveket adtak elő. Az megfogta akkor a közönséget, ma mégis az volt a mottoja, hogy a tiszta forrásból hogyan kell visszaemlékezni Bartók hagyatékára, az új átdolgozásokkal, vagy inkább a régi eredeti műveket használjuk? Az új feldolgozásokban is a tiszta dallam szólal meg, csak más változatban. Nem zárkózott el Bartók se a jazztől, sőt, jazz koncerten is vesz részt Amerikában, érdekelte ez az új dallamvilág, de egyeztetni tudta, össze tudta hozni a népzenével. Az fontosabb volt számára. A KMPS az elmúlt évtizedben sokat tett a művészeti oktatás fejlesztése érdekében. Reményeim szerint hozzájárultunk ahhoz, hogy a Hold Control kijuttassuk, bár még mindig vannak hiányosságunk, hisz az iskolában sok helyen nincs megfelelő képesítésű zenepedagógus, illetve nagyon sokat kell még dolgozni ahhoz, hogy a zeneoktatás és művelődés tanterveibe beépüljenek a magyar nemzeti értékek is, mert ez csak egy általános jellegű, ehhez is sokat tett hozzá a Pedagógus Szövetség, hiszen
mai előadónk Fring Erzsike tollából születtek meg azok a zenekönyvek, meg munkafüzetek, amelyek kiegészítik az ukrán tanrendet, hiszen az ukrán tanrend a nemzetiségek kultúráját nem tartalmazza. A konferencia záró akkordjaként Bartók Béla művei csendültek fel a művészeti iskolák oktatói, valamint növendékei előadásában. A program a magyar kormány támogatásával valósult meg.